Sziasztok! Dincivel elkezdtünk egy új közös csatornát, a Sokkoldát. Ezen különböző játékokból fogunk vicces montázsokat feltölteni, mint például ilyet. Nehezebb! Vagy ilyet. Lentig állnak róla. Vagy például ilyet. Magnyisnek! Mint egy mozsómedve. Egyelőre még csak egy videó van a csatornán, nagyon friss, most indult a dolog, de szerintem nagyon jól sikerült videó. Mindenképpen írjátok meg, hogy szerintetek milyen nektek, hogy tetszik, vagy nem tetszik, vagy mi tetszik, mi szeretnénk minél jobbat alkotni a műfajban. Azt is megírhatjátok, hogy milyen játékot látnátok még azon a csatornán. Egy darabig még Saints Row lesz, ugyanis van egy rakás felvétel, ami vágásra vár, de természetesen lesznek más játékok is. A link természetesen ott van a leírásban, nézzétek meg, remélem ti is olyan viccesnek találjátok, mint mi, és természetesen iratkozzatok fel, ha tetszett. Sziasztok! Ebben a videóban megmutatom, hogy hogyan tudjátok azt érzékelni, ha a játékos kiüt egy bizonyos fajta blokkot bárhol a világban. Tehát lehet ezt úgy is csinálni, hogy mondjuk van egy adott helyen egy gyapjú, mondjuk itt, és erre futtatok egy tesztet, egy ilyen repeating commandokkal, hogy itt levegő van-e. És ugye hozzá van kötve egy ilyen chain, ilyen conditionnel-lel, ebben mondjuk van ugye egy test for, a másikban pedig valami történjen. Sőt, ezt igazából egy parancs is meg lehet csinálni, ugye execute-tal, hogy a játékossal tesztelem, hogy itt levegő van-e, és az csak akkor fog lefutni, ugye, ha kiütötte ezt a gyapjút. De ebben a videóban azt mutatom meg, hogy bárhová raktok, azt érzékelni fogja a rendszer. Ehhez nem kell más, mint egy score-t felvenni, ami azt számolja, hogy hány gyapjút ütött ki a játékos. Per scoreboard, add, nem, objectives, add, mi legyen a neve, mondjuk mi az gyapjú legyen, gyapi. És a score-nak a típusa, ami fogja számolni a blokkok kiütését, az a start.mineblock, igen, mineblock, és ugye wu-ra van szükségem. Na most az jól látszódik, hogy itt blokk típusokat, vagy hogy is mondjam, tehát egy blokk azonosítón belüli fajtákat nem tudok megadni. Gondolok itt a gyapjúnál a színekre, tehát nem tudom azt neki megmondani, hogy csak a kék gyapjúk, hanem úgy az összes, akármilyen gyapjú. Enter. Na, most van egy gyapi szkórunk, ami azt számolja, hogy hány gyapjút ütök ki. Ez kreatívban sajnos nem működik, így ezzel a parancsal kirakom a sidebarra. Most egyelőre nincsen értéke, azért nem látszódik, de adok neki mindjárt egy nulla értéket. Gyapi legyen nulla, és akkor látszódik jobb oldalt, hogy most nulla, és akkor most hiába ütöm ki, ez így nem nő. Átváltok túlélőbe, ha most ütöm ki, akkor... egy! Szóval sajnos kreatívan nem működik, vagy nem sajnos. Mondjuk egy fokkal kényelmesebb lenne, hogyha lehetne kreatívan is tesztelni a rendszer. Hát ez sajnos ilyen, úgyhogy csak túlélőben is kalandmódban lehet használni. Kalandmód ugye kell hozzá egy tárgy, hogy ki tudja ütni. Na jó, azt most gyorsan megírom, de igazából készítettem már róla a tutoriált, meg hát a neten is rákerestek, gyorsan meg lehet találni. Így adok magamnak egy olyan tárgyat, ami gyapjút tud elpusztítani, ugye a varázs rész, a vége, a can destroy. Ebben több elemet is fel tudok sorolni, például azt mondom, hogy követ is tudjon törni, nem lényeg. És most, ha ráviszem az egeret, ott is van, hogy can break, wool, meg stone. És most átváltok game mode 2-be, azaz kaland módba. Mi? LOL! Ezen a pályán vettem fel az előzőt, a tűzgolyó lövöldözést, és szerintem itt maradt egy tűzgolyó, csak láthatatlan volt, és én most rácsaptam. Hát de durva. Na még egyszer. És ott 2 lett. Na, szóval most van egy szkórunk, ami számolja, hogy hány gyapjút ütöttünk ki, már csak használnunk kell ezt a képességünket. Itt egy ismétlős command blockban mondjuk lefutatom azzal a játékossal, akinek a gyapja egy, hogy valami. Aztán ha... Jaj, már megint mi ez? Ja, véletlenül kidobtam a tárgyat. Még mindig aktív az a rendszer. Ennyi innen. Most kidobok egy tárgyat, akkor itt van. Nem igaz, így nem lehet dolgozni, ki kell kapcsolni azt a rendszert. Szóval lefuttatom azokkal a játékosokkal, akiknek a gyapja egy, hogy kapjon valamit, vagy legyen rajta effekt, vagy stb. Ezeket ugye mind rakhatom így, összeláncolva. Nem kell, hogy conditional legyen. Így, és ugye természetesen a legvégén pedig nullára állítom, úgyhogy azt a parancsot gyorsan bele is írom. Scoreboard, players, mindenkinek a gyapja legyen nulla. Ez legyen a vége, tehát hogy így resetelődjön. És most azért nem nullázódik, mert ez nem always active, így. Most nulla.
És akkor ezt most ugye teleírhatom parancsokkal. Például mondjuk egy GIF parancs. Így néz ki a parancs, kapjon minden játékos, akinek a gyapja legalább egy kőgombot. Oké, és akkor mondjuk visszamegyek túlélőbe, kiütöm, és ott a gomb. És ugye a többi kommandokban is megírhatok parancsokat, mondjuk itt mi legyen, legyen itt egy play sound. Természetesen ide is be kell írni a feltételt, hogy akinek a gyapja egy, az hallja ezt a szürcsögést. Mondjuk most kalandban, hogy használjam a botot. És akkor mit tudom én, lehet ezt ugye folytatni a végtelenségig, ami ugye nagyon fontos, hogy a végén mindenképpen nullázódjon le, hogy többször le lehessen futtatni ezt a parancsot. Én azt nem is mutattam tényleg. Tehát mondjuk van itt több gyapjú, és akkor kiütöm az elsőt. És tök jó. És ugye tök mindegy, hogy hol vagyok a világban, ha kiütök valahol egy gyapjút, akkor ez fog történni. Ha olyan parancsról van szó, ami nem használ selectort, mondjuk egy setblock vagy egy fill, akkor természetesen execute-ot használtok. Például, ha kiütöm a gyapjút, akkor valami miatt itt legyen egy másik gyapjú, itt ahol most raktam. Ez ugye setblock, és ezekre a koordinátákra volt. Oké. Most nem futott le, mert már volt ott egy. És akkor oké, setblock, de ezt a játékossal futtatom. Így megint csak azokkal a játékosokkal, akiknek a gyapja legalább egy, lefutatok egy setblockot, hogy legyen ott egy gyapjú. Ez mondjuk kinyithat egy ajtót, mondjuk akkor inkább reston blockról lenne szó. Sőt, azt is írom, legyen reston block. Az úgy valahogy egy fokkal életszagúbb, hogy egy kalandpályán arra van szükség, de lehetne feel is, hogy lerombol valami, tehát tényleg ez abszolút helyzettől függ. Úgy, és akkor most ki fogok ütni egy, kiütöm ezt a gyapjút, akkor ott majd lesz egy reston block. Úgy. És szépen lerakta. Ennyi lenne ez a kis szösszenet. Ebből kiindulva ugye tudtok mostantól csinálni egy rakás mindent, hiszen rengetegféle score van. Most megnyomtam egy tabot, itt egy csomót kilistázott, nézzétek meg, mit tudom én. Például pick up minecart, hogyha fölveszek egy bányakocsit, mint a tárgyat természetesen, akkor ennek nő egyel az értéke. Tehát számolj, hogy hányszor veszek föl. A Halloween-i bossnál is egy ilyen score-t használtam, csak ott sütit meg tök pitét számolt. Van ilyen is, hogy craft item, drop, hogyha kidobom a, ez most painting, tehát festmény, break item, ha összetörik, tehát hogyha a durability elfogy. Rengetegféle score van. Ki fogom rakni a leírásba, hogy hol vannak felsorolva a score-ok. Nézzetek körül, természetesen angol az oldal, de szerintem nem olyan nehéz megérteni, szerintem a legtöbben tudjátok, hogy mi az, hogy drop, amikor kidobtok egy tárgyat. Ez például azt számolja, amikor fa csákány dobok ki, hányszor dobok ki fa csákányt. Ha most ezt a gyapit ennek vettem volna föl, akkor ha kidobtam volna egy fa csákányt, akkor aktiválódott volna ez a rendszer. Tehát, hogy így, tehát sok minden van, csak körül kell nézni az oldalon. A kódokat természetesen bemásom a leírásba, bár szerintem nem nagyon lesz rá szükség, hiszen annyiféle blokk van meg, hát annyiféle score van, hogy hát nem hiszem, hogy pont ugyanezeket fogjátok használni. Ezt most csak így a példa kedvéért gyorsan. A kézikönyv óvjon.